Szép napot mindenkinek, itt Hektár Harcos. Megkezdtük a földlezárást másodszor. Nem vagyunk ebben 6,5 hektáros parcellában. Ismét fúj a szél, persze, hogy nehogy lehessen megszerezni. Hát már durván fele készen van. Elég jó a föld is. Azért látszik a különbség. Holnap nekiállunk vetni, 7 kukorica lesz, 3 fajta, 3 fajta is lesz, 4, vagyis nem 4, mert 440-est azt már elvetettem egy 5-6 napja, tegnap végeztem a napraforgóval. És itt, hogy hiszem, itt 3,70, 3,50 és 3,40-es faó lesz két-két sorosával a borzás miatt. Most már talán 6-7 éve úgy van vedve, hogy nem egyfajta, hanem mindig kettő vagy három fajta van más faó. Hogy ha légköri asszály van, akkor azért másik is porozza, hogyha ne találtan valami nem úgy van. Talán elég nedves, hál' Istennek kikelt a napraforgó árvakelés is, úgyhogy a jó öreg ásoboron most levettem a simítót, mert fent akadtam vele, úgyhogy kicsit elhajlott, azt majd meg kell csinálni. Ugye erről már volt drónos videó, amikor csináltam. Most talán holnap a vetésről is lesz. Napraforgó vetésről van, majd azt felrakom. Úgyhogy mindjárt is indítjuk a szerkezetet, azt nyomjuk neki, mert sok a meló. Amúgy 6-7 között is ebben is viszi, de inkább 6-ba nyomok neki. Egy párba is. Igazságosan.
Péter vagyok, ez elég, úgyhogy ma megjöttem. Meghozták a bolcsátét magad. Az volt egy kísérleti napraforgó lesz, hogy jöjjétek. Ez így jövőre bejött. Megteszteljük.
szerencsém volt. Néztem, hogy te a záspécénél nagyon gyorsan indult a ventilátor, tehát ugye a fordulatot bekapcsoltam a kardánt, és akkor szép lassan. Nem is szokott, és a leállításnál is észrevettem, hogy kikapcsolt a kardánt, és utána még pörgött. Aztán ma néztük, hogy a két XI-ból csak egy van, abból az egyből is már határ leszett, aztán van repett lefelé, úgyhogy nem most megnyomjuk hetedikbe. Thank you.
kilenc cserével tavaly előtt. Fix 6 lapátos vagy 8 lapátosra, mert a Crisco megnövődben elkezdtem melegíteni magát. Kiderült, hogy nem melegtől nem húzott be a Crisco, aztán csak szépen forgott. Thank you.
hát a kordát is elektronikusan kapcsolat. Ja, az ember. Kívülről lehet a hidraulikát emelni, mint a két csárdítőben a fog. Meg a kordát is. Egy tonnával egy nehezebb. Három év garanciát adtak. Ugye, hogy három fajta
hanem összesen 5, ami ilyen nagyobb. 70-50 lovas. 80 lovas. 90 meg a 105. 105 lovas kutatban van a 8 kutat, meg a 40 kutat, meg a 125 lovas. Majd mondjuk azt már, hát azt tényleg azt mondom, hogy most már az árba is közelített is a 20 millióhoz. Hát ugye az tűnik, hogy a fülke az egy légzsákos, hozzuk szépen. És a háborúra való tekintettem az MTZ-nek a szállítása is. Ugye? Megszűnt. Már ugye átadás se oroszból se fehér oroszországban szállítani. Alkatrész is az MTZ-hez utó volta vásárolni. Olajat, olajat és légszörő, és mondták, hogy a, hát most már valahogy kell összevadászni az alkatrészeket több cégtől. Sajnos az lesz a gond, hogy csökken a színállat, és akkor szépen elkezdenek az állat felmenni. Nem lesz csak az MTZ-nek a fenntartása, és hogyha ez így folytatódik. Hát, meglátjuk, hogy amúgy itt egyszer volt 27 mm-es, utána kétszer 7 mm, úgyhogy vagy nem volt. Istennek az a ilyenkor a Balaton közelsége azért jó tesz Györgynek, viszont az a baj, hogy néha az elsőt is elhúzza. Nem akarnak adni, tehát le van limitelve nekik, hogy most
napi 2000 vagy 1000 litert adottak el. Vagy
a idei év csapadék. És azt mondom, hogy a tavalyi év az tényleg kegyetlen volt. Összeteltjük a két kezünkkel, hogy a egyik okorít elő, hogy napra forulj. Van itt is a csapadék érő, meg otthon is, mindig fel van írva is. Hát most nem hazudok, de hiszem a 200, az éves szinten 245 mm volt. Volt olyan 51 napig, nem esett semmi csapadék. És az 51 napból két hét az olyan volt, hogy 32 fok felett volt, 35 fok is. Teleg felett volt a napali hőmérséklet. A többi dalban 30 fok, 29-30 fok volt. Megmértem itt, tehát a kukoricában, itt a homokos résznél, úgyhogy térdig ért a kukorica. A talaj 10, tehát nedves volt a talaj, mert 5-6 centi mélyen már még nedves volt, viszont az volt a baj, hogy 30 cent, vagy 30 centi mélyen, még mindig ilyen 28 fokos volt a talaj, mert annyira jó volt itt, ahol ugye így van bentben, ott egy árnyék volt, nem volt annyira meleg. Hál' Isten, a kintárára nincs olyan jégágyú, az egész fontos lefelé. Most 75 ezerre fel lehet emelve, hogy abból, hogy szemként
meg nem kiállni, meg akkor is olyan megpakkált, de talán lennék valami. Volt maradék, a trászokban,
lábad, és fogja azt kétszer, a bőtrágyaszolás kétszer felhúzva a négy, és még kétszer háromszor, tehát az egy kétszer felemegy az ember. Gyári felfogatók azt átalakítottam ilyen csatosra, és egy cooler, amikor ki lehet szélve, akkor ki lehet vévalkózni, visszarakom. Hát sikeresen
hátsó sárvédő az le lett amortizálva. Nyomjelzőnek a drótja megakadt a kerékbe. Hát jövő is a végigbán volt. De hát megjön a műanyag ragasztó, azt vissza lesz valahol rendesebb. Hát jó, mindenkinek további szép napot, meg jó munkát. Reméljük azért lesz eső is. És akkor majd holnap. Majd ha lesz időm, akkor ma felrakom ezt a videót, hogy holnap meg akkor csinálok a vetésről drónosat. Meg addig a fabrikálok én is egy tartot, hogy azért vetés közben ne ezt kelljen fognom. További szép napot, jó munkát! És akkor majd legközelebb találkozunk.